Nem vették figyelembe a kárpátaljai magyar szervezetek javaslatait az ukrán kisebbségi törvény módosítása során. A törvényjavaslat több passzusa is diszkriminatív és sérti az alapvető emberi jogokat, fogalmaztak közös közleményükben. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közös nyilatkozatban bírálta az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénymódosító javaslatot, amelynek a múlt héten megtartották a társadalmi vitáját. A módosító javaslat több pontban sem felelt meg a KMKS és az UMDS elvárásainak, noha az új kisebbségi törvény parlamenti vitája előtti időszakban számos építő jellegű javaslatot is megfogalmaztak, de ezek közül egyetlen egy sem került be az indítványba. Ugyanakkor azt sem tartják korrektnek, hogy a módosítási javaslatokat nem kapták meg időben, hiszen így nem volt lehetőségük az alapos elemzésre, fogalmazott Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Tudjuk azt, hogy az elmúlt időszakban Ukrajnában számos olyan törvényt fogadtak el, amely jelentős mértékben korlátozta a kisebbségek jogait, ezek közé tartozott oktatási törvény és a nyelvtörvény, amit megállapította a rendszeri bizottság is. Ukrajna pedig ezeken az európai tárgyalásokon azt hangoztatta, hogy majd egy kisebbségi törvénnyel fogják rendezni ezeket a kérdéseket. Ezt a kisebbségi törvényt elfogadták a tavalyi év folyamán, és kiderült az, hogy ez nem rendezi a kisebbségi jogokat, hanem inkább bebetonozza. Az indítvány elfogadása esetén a törvény első cikkéből törlésre kerülhet a nemzeti kisebbségek meghatározásának egyik fontos ismérve, vagyis hogy azok képviselői hagyományosan Ukrajna területén annak nemzetközileg elismert államhatárai között élnek. Ebből kifolyólag Ukrajna valamennyi állampolgára, aki nem etnikai ukrán vagy az őshonos nép tagja, a nemzeti kisebbségek kategóriájába fog tartozni. A két érdekvédelmi szervezet szerint így a tervezet több passzusa is diszkriminatív, illetve sérti az alapvető emberi jogokat is, ezért javasolják azok átdolgozását vagy törlését.